gondoljuk, hogy az emberi jelenlét a japán szigeteken az 80-90 ezer évvel ezelőtt kezdődött. Azt mondta, hogy japán szigetek, de akkor még Japán nem volt Szigetország, hiszen ma már nagy bizonyosságban lehet tudni azt, hogy csak valamikor 6-8 ezer évvel ezelőtt emelkedett meg a tengerszint annyira, hogy Japánban sziget lett. Addig ez egy nagy földnyelv volt, mindenki el tudja Japán nagyjából képzelni, ami délen és északon kapcsolódott a kontinenshez. Tehát a japán tenger az egy beltenger volt, egy nagy beltenger, ami el volt zárva az óceántól. Hogy ez mit jelentett? Ez például azt jelentette, hogy a kontinensről az állatok szabadon tudtak vándorolni a Japánnak a területén, és ugye a régészet, a japán régészet azóta kimutatta, hogy nagy testű emlősök éltek a szigeteken, amelyekre az akkori emberek vadásztak. Olyanok, mint ilyen bölényszerű jószágok, meg több elefántok is éltek ott, mert mindenféle ilyen nagyobb dolgok, amiket ezek a korai japánok levadásztak. Aztán, ahogy japán szigetek kivált, ezek a nagy testű emlősök nem tudtak többé bejutni, ami benn volt, azt megették, és így kifogytak onnan, hogy ma Japánban a legnagyobb őshonos állat az az őrösmedve, amelyik nem tudom, látott, hogy melyik japán őrösmedvét, hát mindegy, de rá egy időben inkább csak ilyen macskónak lehet nevezni, de az egy fel van. Na most ezt az időszakot, ezt prehisztorikus időszaknak, tehát történelem előtti időszaknak, vagy pedig őskőkornak szokták mondani Japánban, japán szóval ez Kyuseki Jidai, csak azért, hogy japán szavakat is mondja. Kyuseki Jidai. Jidai az kort jelent. Igazából elég annyit megjegyezni róla, hogy őskőkor. Az őskőkor és az újkőkor az egy meglehetősen mondva csinált különbségtétel. Általában arra szokták használni a világban, szokták patintott kőkorszakban, csiszolt kőkorszaknak is nevezni, így talán jobban lehetett vele találkozni, hogy hogyan alakul a kő, főleg kőből meg csontból készült tárgyaknak a megmunkálása. Ugye azt képzelik a régészek, hogy az emberi fejlődése párhuzamosan az ilyen manuális képességek, ahogy fejlődtek, ugye az emberek egyre finomabb dolgokra voltak képesek, és hogy hát ez a nagyon korai ősember, ez így fogott egy ilyen követ, és így lepaktintatta egy kicsit, hogy ilyen kézben élő legyen, és fejbe lehessen bele csapni valami állatot vagy a kollégát, és később pedig ugye már csiszolták, kialakították a felületeket, késeket csináltak belőlük, meg nyílhegyeket, tehát már mindenféle technológiai fejlett dolgokat, ezt pedig már új kőkornak vagy csiszolt kőkorszaknak nevezzük. A kettőnek a határa Japánban nagyjából 30 ezer évvel ezelőtt húzódik, ezek abszolút nagyjából megfogalmazások. A régészet tudománynak az a szép, hogy ugye folyamatosan mennek a kutatások, mennek az ásatások, és akkor valaki kiásnak, az hirtelen átrajzolja az akkori elképzeléseket. Tehát ezek a korszakhatárok, ezek ilyen 10 000 évek mozognak, azt szerint, hogy éppen kitalált mit, illetve hogy megcáfolták vagy sem. Nemrég találtak, a nemrég alatt azt kell érteni, hogy ha jól emlékszem, akkor 2007-ben vagy 2008-ban találtak olyan kőeszközöket Japánnak az északi részén, amelyeket 100 000 évesnél is régebbinek vélek az azt megtaláló régészek, de jellemző erre a tudomány erre, hogy még nem ült el a vita, tehát még az alkönyvekben nem jutott el ez a dolog, mert egyszerűen még nem fogadja el a tudományos világ ezeket. Pedig már 6 éve találták, de azóta még folyik ez a vita. 30 000 évvel ezelőttől kezdve igazából egy olyan fontos dolog van, ami egy új korszakot jelentett a japán történelemben, most még elég messze vagyunk a buddhizmustól, ezért elnézést kérek mindenkitől, de én úgy gondolom, hogy a japánok gondolkodásának az alakulását azt látnunk kell, azért, hogy lássuk azt, hogy amikor a buddhizmustól találkoznak, akkor azzal mit kezdenek. Igazából a leletek mennyisége nő meg. Leletrobbanásnak hívják ezt. A 89 000 évvel ezelőtt datálhatóan találták az első leleteket, és ebben a 50-60 000 évből, ebből az 50-60 000 évből igazából nincs túl sok lelet Japán teljes területéről, viszont 30 000 évvel ezelőtt úgy tűnik, mintha az akkori emberek hirtelen ilyen munkamániással váltak volna, és elkezdik gyártani az eszközöket, és elásni őket, hogy ezt a régészek megtalálják, mert hirtelen nagyon sok a lelet. Ezért ezt már új kőkorszaknak, ugye Shinseki Jidainak nevezi a japán tudomány.